Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, hogy mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. A gondolatait itt középen látjuk, a park és a nap. Az jelenti az ő sikereit, hiszen fellép a nyilvánosságon, megvan ez a magabiztos fellépése, mások észreveszik őt. Megvannak a sikerek. A kártyák azt is jelenthetik, hogy tervez veled egy találkozást, és megjelentek a nyilvánosságon. Az ő érzelmei itt bal oldalon láthatóak. Egy fontos hír útban van hozzád. Az is lehet, hogy írja neked, hogy meg akar látogatni téged. Vagy lesz egy meghívás, és szeretné azt, ha te látogatnád őt meg. És itt a virágcsokor jelenti a te szépségedet, a jó ízlésedet, egy szép környezetet, vagy hogy ő tervez valamit, egy meglepetést, egy meghívást, vagy egy ajándékot. És mit fog tenni? Az itt jobb oldalon látható. A gólyák jelentik a változásokat, a hajó pedig a reményt, vagy egy utazást, és a horgony a biztonság érzetét, ahol mindketten le tudtok horgonyozni. A horgony jelenti néha a munkát, a hivatást is, előfordulhat, hogy ott lesznek változások. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. A nyilvánosság. Itt ez a kígyó, ez lehet egy nő. Az is előfordulhat, hogy ez a nő figyelget benneteket, tudni akarja azt, hogy megjelentek-e a nyilvánosságon. És a nap. Ha ő felfedezi azt, hogy ti találkoztok, akkor biztos lesz abban, hogy lesznek viták, veszekedések, félreértések. Az is lehet, hogy ez a kígyó egy hamis barátnő, aki figyelget téged, irigy rád, és itt látható, hogy vannak kihívások, nézeteltérések, úgy kötekedik veled. És a levél, vagy egy irat. Ó, itt is megjelenik a hamisság. Szerintem ez a nőtől lesz majd, hogy hazudozik, vagy olyan dolgokat mond neki rólad, ami nem az igazság. De azért lesz egy szerencsés fordulat, és bíz a csillagokban. A csillagok nem csak szerencsét hoznak, hanem a bizalmat is. Hiszen minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva, és ő rá fog jönni arra, hogy ez a nő hazudik. A virágcsokor. Itt látható ez a kártya, ahol a halak vannak, jelentik a pénzt, a munkát, a hivatást, hiszen ez összefügg egymással. Amit a halak még jelentenek, ezek a belső értékek, hogy te értékes vagy számára, ezért jön ez a meglepetés. Még visszatérve erre a hamis nőre, meg a félreértésekre, a nap az lehet internet kapcsolat is. Lehet, hogy ez a nő az interneten keresztül ír majd neki, felveszi vele a kapcsolatot, de hazudozni fog. És itt a gólyák. Itt szerelemről van szó. Valami változik így a szerelmi élet területén. A horgony. Itt lesz könnyűség, játszadozás, vidámság, csevegés és a hajó.
Itt a kereszt jelent kármikus témákat, amikor a sors utak kereszteződnek, jelentenek döntéseket is, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, és a gólyák jelentik a változásokat. Ez lehet munkahelyi változás, vagy valami változik a párkapcsolatban. Az ő jelenlegi helyzete. Itt van a gyűrű. Ez jelenti a kapcsolatot veled, vagy bizonyos szerződéseket. Azt is, hogy visszatér hozzád. És a te jelenlegi helyzeted. Kisüt a nap, kiderül az igazság, tehát ne bosszankodj emiatt a nő miatt, hiszen a nap megvilágít mindent, és ez a férfi tudni fogja azt, hogy a nő hamis. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!